Köszöntöm kedves nézőinket! Stúdiónk mai vendége Sári Kovács Szilvia, alpolgármesterasszony. Én is nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves televízió nézőt. Alpolgármesterasszony, köztudott, mindannyian tudjuk, hogy ön a Legszebb Konyhakertek, Magyarország Legszebb Konyhakertje programnak a vezetője, programigazgatója, kitalálója, ötletgazdája, és évek óta vezeti ezt a megmozdulást. A tavalyi év 2023-as évet hogyan értékelné a Konyhakertek tájékán? Hát ahogyan az eddigi évek, a 2023-as év sem volt könnyű. Éppen az alapokban gondolkodtam el azon, hogy 2012-2013 óta, mióta országos díjas lett a Legszebb Konyhakertek program, melyik évben tudtam volna elmondani, hogy könnyű év volt, illetve melyik évben nem mondtam el azt, hogy nehéz évünk volt. Tehát minden évünk így telik el, hogy nehéz évünk volt. Ez egyik ezért, a másik azért. Mindig nehézséget okoz nekünk az időjárás. De mint mindig, a kertesek ezekkel is szembe tudnak nézni, és le tudják győzni ezeket a nehézségeket és akadályokat, a kihívásoknak eleget tudnak tenni. 320 településről 256 nevezőnk volt. Ami érdekes volt, hogy a tavaly előttihez képest a kevesebb kertnevezés mögött sokkal több kertművelő volt. Egészen pontosan 38 000, rögtön puskázok egy kicsit, hiszen kiírtam magamnak, 38 176. És ami az érdekes, hogy ezek közül 31 217-en 20 év alattiak. Ezen a számon én nagyon megdöbbentem, és nagyon örültem, hiszen a programnak az egyik lényege, hogy a fiatalokat vonjuk be a kertészkedésnek, és az tapasztalt kertművelők, az idősebb korosztály generáció tudja átadni a tapasztalatokat, a tudásokat a fiatal generációnak, akár egy óvodás, iskolás kisgyereknek is. És én úgy gondolom, hogy ezzel úgy kipipálhatjuk, hiszen ez megtörtént. És tényleg ebben az évben elmondhatjuk, hogy rekordszámú, most már bölcsöde és óvoda jelentkezésünk volt. Magánkertesek közül szinte az összes zöme 80% óvoda volt és iskola volt. Az iskolában azért nem annyira népszerű, illetve megoldható a konyhakertészkedés, de az óvodák szinte szárnyalnak most a konyhakertészkedés terén, és tényleg gyönyörű óvodákat láttunk. És én ebben az évben igyekszem minél többet meg is nézni, hiszen az elmúlt év ez valahogy nem volt ehhez alkalmam, és nem volt erre szerencsém, és szeretném, hogyha most ez így másképp lenne. Az év kihívásának mindenki eleget tett, és én úgy gondolom, hogy ez így lesz majd ebben az évben is. Nagyon szép kerteket láttunk, bár féltem attól, hogy a szárazság a nehéz év miatt rengeteg kártevő volt. Hozzá kell tenni, 2023-ban nagyon sok kártevővel kellett harcolnia a kerteseknek. Olyan kertben is előfordultak poroskák, ahol eddig még nem volt. Ahol már elmentek a poroskák, oda megint visszatértek. Tehát tényleg egy nagy kihívás volt ez a kerteseknek, és én féltem attól, hogy kevés lesz az országos díjra jelölés. És ennek ellenére bizony nagyon szép számmal 79 településről 154 kertet neveztek a települések, illetve neveztem én a magánkertesek közül, akiket minden évben én nézek meg, én tekintem át az anyagukat, az értékelőlapjaikat, és én nézem át a fotóikat is. Nagyon sok szép kert volt, és én úgy gondolom, hogy megint nehéz dolga volt az országos zsűrinek. Ahogyan minden évben megszenvedünk a zsűrizéssel, itt is szinte fej-fej mellett voltak a kertek, és ahogyan eddigi években is már bevezettük, most is úgy kellett tennünk, hogy bizony figyeltünk arra, hogy ki volt az, aki tavaly egy hajszállal lemaradt az országos díjról, és akkor őt most előnyben kellett részesítsük, hogy igazságosak legyünk. És így aztán 27 településről 31 országos díjat osztottunk ki, és nagyon örültem, amikor Csontos Lajos és felesége kertje második alkalommal megújító díjas lett, országos díjat kaptak. Nárudvaron volt az ünnepségünk, igazi mennybe menetele volt a kerteseknek, hiszen
nagyon-nagyon messziről, Dunántúlról, tényleg több száz kilométerről érkeztek, Gutorföldétől kezdve, mindenhonnan. A kertesek nem volt határon túli, vagy a határon túli településünk is volt, tehát nem volt akadály még a határ sem, ahhoz, hogy valaki megjelenjen az országos díjkiosztó ünnepségen. És terménybemutatót is tartottunk, ahogyan a karceg eredményhirdetésen is tettük. Hát az egy leírhatatlan élmény volt, hiszen mindenki hozta a kis kincsét, amivel büszkélkedhet, és minden volt. Lekvár, befőtt, ecet, pálinka, bor, tehát tényleg minden, amit el tudunk készíteni, vagy el tudunk képzelni, és amit lehetett készíteni ezekből a terményekből. És ami a nagyon-nagyon szép volt, hogy a Nemzeti Diverzitás és Gémmegőrző Központ egy magbemutatót tartott. Egy hatalmas, hosszú, 10 méter széles, hosszú asztalon olyan magok voltak, amiket még az én tapasztalt kerteseim sem láttak életükben soha. Uh-huh. És akkor elindult a párbeszéd közöttük, és nyilván ők azért tapasztaltak, hiszen mindig az ő általuk, a Gémmegőrző Központ által felajánlott magcsomagokat kapják ajándékba. És most egy külön élmény és öröm volt számukra, hogy azokkal az emberekkel beszélhettek, akiktől az értékes és mindig kikelő, és mindenben kikelő magokat kapják. És annyira szoros párbeszédet folytattak, hogy alig tudtunk csoportképet készíteni, hiszen mindenki a szakmával volt elfoglalva. Tehát igazán egy nagyon-nagyon felszabadult, jó hangulatban telt ünnepség volt, ahol mindenki tudott egymással beszélgetni, és a nagyon messzire jött emberek szinte úgy üdvözölték egymást, mintha mindig is kapcsolatban lettek volna. És én biztos vagyok abban, hogy nagyon sok barátság szövődött közöttük olyan, ami azt jelenti, hogy tartják a kapcsolatot később is, tapasztalatokat cserélnek, akár magukat is küldenek egymásnak. Úgyhogy én úgy mondom, hogy ez egy nagyon szép ünnepség volt. Hasonlóan a karcegi, az a karcegi is nagyon szép rendezvény volt. És a Torbágyon egy délelőtti és egy délutáni időpontban ünnepeltük azokat, akik az országos díjról egy hajszállal lemaradtak, de országos díjra jelöltek voltak. Itt is volt terménybemutató, itt is hasonló, úgymond mennybemenetel volt, hiszen nagyon nagy boldogság volt számukra, hogy őket is megünnepeljük, és együtt lehettek, egy picit kiszabadulhattak a hétköznapi forgásból, darálásból, és barátságot tudtak kötni, a generációk tudtak egymással találkozni. Én úgy gondolom, hogy ezeket a rendezvényeket minden évben muszáj megtartani, hiszen ez a lényege a programnak. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, köszönöm szépen figyelmüket, viszontlátásra!